13. fejezet. A saját fajtája. A rákövetkező reggelen Tarzan a terkosszal vígott közdelem emlékét őrző fájó sebei miatt nehézkesen mozogva útnak indult nyugat, vagyis a tengerpart felé. Lassan haladt. Éjszaka a dzsungelben aludt, és csak másnap késő délelőtt ért el a kunyhójához. Jó néhány napig alig mozdult ki a házból. Épp csak kevés gyümölcsöt és gyiót gyűjtött, hogy csillapítsa éhségét. 10 nap alatt teljesen meggyógyult. Eltekintve a bal szeme fölött kezdődő, a koponyája tetején végigfutó és a jobb fülénél végződő félig behegett forradástól jól érezte magát. Lábadozása alatt azzal megpróbált valami újatlan köpenyfélét készíteni szabott bőréből, amely azóta is a kunyhóban hevert. De az olyan merev lett, mint a deszka, s mivel a cserzéshez nem is konyított, a tervét feladta. Akkor határozta el, hogy Bonga falujából valamelyik feketétől tulajdonítja el azt a néhány ruhadarabot, amire szüksége lehet. Tarzan a dzsungelfia feltette magában, hogy minden lehetséges módon kifejezésre fogja juttatni, mennyire előtte jár az alacsonyabb rendű lényeknek. Emberi mi voltának megkülönböztető jegyéül mit sem látott számára alkalmasabbnak, mint az ékszerek és a ruházat. Összegyűjtötte hát a különböző lábon és karon visel díszeket, amelyeket a kötelének korábban áldozatul esett fekete harcosoktól vett el. Magára aggatta őket, ahogy tőlük látta. A nyakában aranyláncon lógott anyjának Lady Alice-nek gyémántokkal kirakott medalionja. Egy vállán átvetett bőrszíjon, és ez is az egyik legyőzött feketétől származó zsákmány volt, a nyilvesszőnek való tegeszt hordta. Derekán egy apró prém darabkákból összevart öbb volt, amelyet maga készített. Erre akasztotta a házilag készült tokot, amelyben apjának vadászkés elapult. A hosszú íjat, amely valamikor kulongájé volt, a bal vállán átvetve hordta. Az ifjú Lord Greystock valójában igen különös és harcias látványt nyújtott a vállára hulló fekete hajtömeggel, amelyet a homlokán vadászkésével nagyjából csikófrizuraszerűen kurtított meg, hogy ne lógjon a szemébe. Szálfa egyenes, tökéletes alakja az ókori Róma gladiátoraival vetekedő izomzata fenségessé tette, mint egy görög istent. Alkatában is a roppant erő, a hajlékonyság és a gyorsaság fantasztikus kombinációja valósult meg. Az ősember, a vadász, a harcos megtestesítője volt Tarzan, a dzsungelfia. Széles vállai fölé emelkedő arányos arcával, büszke fejtartásával, csillogó szemével könnyedén szolgálhatott volna az őserdő egyik letűnt vad és harcias népe valamely félistenének modelljeként. Ám Tarzan mindezekkel a dolgokkal nem sokat törődött. Az aggasztotta, hogy nem volt ruhája, amellyel a dzsungel minden népe számára jelezhette volna, hogy ember és nem majom. Gyakran súlyos kétségek gyötörték, vajon nem válik-e mégis majommá? Hiszen egyszer csak szőr kezdett el nőni az arcán. Minden majom képét szőrzet borította, az általa ismert emberek viszont, nagyon kevés kivételtől eltekintve, teljesen szőrtelenek voltak. Igaz, a könyveiben lévő képeken látott olyan férfiakat, akiknek az ajkát és állát sűrű szőrtömeg fette. Ennek ellenére Tarzan aggódott. Szinte minden nap megfente éles kését és lekaparta serkenő szakállát, eltüntetve ezzel majom voltának lealacsonyító jelképeit. Így lassanként megtanult borotválkozni. Keservesen és kínokárán, de eredményesen. Amikor a terkozzal vívott véres küzdelem után újra elég erősnek érezte magát, Tarzan egy reggel útra kelt Mbonga faluja felé. Nem a fák ágain lendült előre, hanem elővigyázatlanul a dzsungel egyik kanyargós ösvényén lépkedett. Hirtelen szembe találkozott egy fekete harcossal. A vadember arcán olyan elképedést látszott, hogy az már szinte komikus volt. Még mielőtt Tarzan lekaphatta volna válláról az íjat, a fickó megfordult és hangos kiáltozás közepette, amellyel nyilván a vele levőket akarta figyelmeztetni, rohanni kezdett. Tarzan a fák ágain vette üldözőbe.
Néhány másodperc múlva meg is pillantotta a kétségbe esetten menekülni igyekvő férfiakat. Hárman voltak, eszeveszetten rohántak egymás mögött a sűrű agynövézeten keresztül. Tarzan könnyedén megelőzte őket. Nem látták meg, amikor neztelenül elhaladt a fejük fölött. Azt sem vették észre, hogy egy meglapuló alak kuporog előttük egy alacsony ágon, amely az út fölé lóg be. Tarzan hagyta, hogy az első kettő elhaladjon alatta. Amikor a harmadik is odaért, a neztelen szálló kötél ráfonódott annak fekete torkára. Egy gyors rántás és a hurok megszorult. Az áldozat kétségbe esetten felülöltött. Társai megfordulva azt látták, hogy kapálódzó teste, mintha varázserő emelné, lassan felemelkedik a fák sűrű lombjai közé. Rémült visongás közepette ismét sarkon fordultak és nekiíramodtak. Tarzan gyorsan és csendesen végzett fogjával. Elvette fegyvereit, díszeit, és aminek a legjobban örült, tetszetős szarvasbőr ágyékkötőjét. Gyorsan magára öltötte. Most már tényleg úgy volt felöltözve, ahogy az emberhez illik. Senkinek sem juthat eszébe, hogy kétségbe vonja származását. De szeretett volna most visszatérni a törzséhez, hogy így teljes díszében parádézhassék irigy tekintetük előtt. Átvetette a vállán a holttestet. A fák ágain a cölöpkerítéses kis falu felé indult, mert ismét szüksége volt nyilvesszőkre. Amikor egészen a közelébe ért, azt látta, hogy izgatott csoport veszi körül a két elmenekült harcost. Ezek a rémülettől és a kimerültségtől reszketve alig tudtak beszámolni hátborzongató kalandjuk részleteiről. Mesélték, hogy Mirando, aki egy kevéssel előttük ment, egyszer csak hangosan üvöltözve rohant feléjük. Azt ordította, hogy egy rettenetes, fehérbőrű és mesztelen harcos üldözi. Mindhárman futásnak eredtek, és igyekeztek vissza a falu irányába, ahogy csak a lábuk bírta. Ekkor ismét csak Mirando halálra rémült fültépő üvöltése volt az, ami arra késztette őket, hogy visszanézzenek. Valami egészen rettenetes látványban volt részük. Azt látták, hogy társuk teste felfelé röpül a fák közé, miközben kezével, lábával a levegőt csapkodja, nyitott szájából pedig kilóg a nyelve. Semmilyen más hangot nem adott ki magából, és nem is volt látható rajta kívül egy teremtett lélek sem a környéken. A falu lakói olyan rémült állapotba kerültek, hogy az szinte már a pánikkal volt azonos. A bölcs öreg mabonga azonban úgy tett, mint aki csak kevéssé hiszi el a mese hitelességét. Az egész képzelet szülte történetet a harcosok valamilyen valóságos veszedelem miatti félelmének számlájára írta. Azért álltatok elő ezzel a hangzatos históriával, mondta, mert nem meritek elmondani az igazat. Nem meritek bevallani, hogy amikor az oroszlán rávetette magát Mirandóra, elfutottatok és sorsára hagytátok őt. Gyáva alakok vagytok! Mubonga éppen hogy csak befejezte mondandóját. A fölöttük lévő fa ágai közül hallatszó hangos recsegésropogásra a hallgatóság rémülten pillantott fel. A szemük elé táruló látványba még maga Mubonga is beleborzongott. A magasból Mirando pörgő, bucskázó holtteste repült feléjük. Aztán iszonytató puffanással nyúlt el a lábuknál. A feketék egy emberként fordultak sarkon. Meg sem álltak addig, amíg a falut körülvevő dzsungel árnyas rejtekén mind el nem bújtak. Tarzan leereszkedett a faluba. Feltöltötte nyílkészletét és megette az áldozati ételt. Távozás előtt odavitte Mirando holttestét a falu kapujához, és úgy támasztotta neki a cölöpkerítésnek, mintha a halott a kapu sarkánál kémlelni, figyelni a dzsungelbe vezető ösvényt. Ezután Tarzan visszatért a tengerparton álló kunyhóhoz. Legalább egy tucatnyi nekirugaszkodásra volt szükségük a tökéletesen megrettent feketéknek, hogy rémisztően vigyorgó halott társuk mellett elhaladva visszamerészkedjenek a falujukba. Amikor látták, hogy az élelem és a nyilveszők is eltűntek, már tudták. Az történt, amitől nagyon is tartottak. Mirando veszte az lett, hogy megpillantotta a dzsungel gonosz szellemét. Ez tűnt az egyedüli logikus magyarázatnak. Eddig is csupán azok haltak meg, akik látták a dzsungel rettegett istenét. Úgy vélték, hogy a faluban életben lévők közül senki sem látta őt soha. Ezért aztán azok, akik a kezétől haltak meg, előtte nyilván megpillantották őt, és büntetésül az életükkel fizettek. Úgy okoskodtak tehát, hogy mindaddig, amíg ellátják nyilvesszővel és élelemmel, nem fogja bántani őket, ha csak rá nem néznek. Ezért aztán Mubonga elrendelte, hogy az áldozati ételen kívül áldozati nyilakat is rakjanak ki ennek a Munango kívatinak.
Ettől fogva így is tettek. Ha úgy adódik, hogy a kedves olvasó egyszer eljut abba a távoli afrikai faluba, még mindig látni fogja, hogy kis zsupfedeles kunyhó előtt, amely pont a falu határán épült, kis vasedény áll. Benne jó adag élelem, mellette pedig egy tegezben méreggel jól bekent nyílveszők sorakoznak. Amikor Tarzan visszatért és megpillantotta a tengerpartot, ahol a kunyhója állt, különös és szokatlan látvány ötlött a szemébe. A száraz földbe benyúló kikötő csendes vizén nagy hajó ringott. A partra éppen kihúztak egy kis csónakot. A legcsodálatosabb dolog pedig az volt, hogy egy egész csapat hozzá hasonló fehér ember járkált ide-oda a tengerpart és a kunyhója között. Tarzan látta, hogy sok mindenben hasonlítanak a képes könyveiben lévő emberekre. A fák ágain közelebb lopakodott. Végül már szinte teljesen a fejük fölé került. 10 férfit látott. Sötét arcú, naptől cserzett bőrű gazfickókat. Most éppen összegyülekeztek a csónak mellett, és hangos, ingerült hangon heves taglejtésekkel és ökülket rázva tárgyaltak valamit. Kisvártatva egyikük egy alacsony, hitványképű, fekete szakállas fickó, akinek ábrázata Tarzan pampára, a patkányra emlékeztette, az óriás termetű társának a vállára tette a kezét, aki közvetlenül mellette állt, és akivel az összes többi vitatkozott és veszekedett. Az alacsony férfi a szárazföld belseje felé mutatott. Így az óriás kénytelen volt elfordulni a többiektől, hogy abba az irányba nézhesse. Mihelyst azonban elfordult, a másik egy pisztolyt húzott elő derékszíjából, és hátba lőtte az óriást. A nagy darab fickó égnek lökte a karját. Térde megrodgyant, majd egyetlen hang nélkül holtan bukott előre a part homokjára. A fegyverdőrrenés, az első, amelyet életében hallott, megdöbbentette Tarzant. Kikezdhetetlen idegrendszerének hála még ettől a szokatlan hangtól sem vesztette el a fejét. Inkább az idegen fehérek viselkedése volt az, amitől teljesen megzavarodott. Mélyen elgondolkodva ráncolta össze a szemöldökét. Lám csak, gondolta. Mégiscsak jó volt, hogy nem engedett ösztöne első szavának, és nem rohant oda, hogy testvéreiként üdvözölje ezeket. Nyilvánvaló volt ugyanis, hogy ezek semmiben sem különböznek az általa ismert feketéktől. Semmivel sem civilizáltabbak, mint a majmok, és nem kevésbé kegyetlenek, mint szabor. A többiek egy pillanatig csak álltak. Bámulták az alacsony hitványképű férfit, meg a parton heverő halott óriást. Aztán egyikük felnevetett. Hátba vágta a kisembert, majd ismét hosszas tanácskozásba és heves gesztikulálásba fogtak. Most már azonban kevesebbet veszekedtek. Kisvártatva vízre bocsátották a csónakot. Mindannyian beugráltak és eleveztek a nagy hajó felé, amelynek fedélzetén Tarzan még másokat is látott mozogni. Amikor a csónakba ülők felkapaszkodtak a hajóra, Tarzan egy vastag törzsi fa mögött leugrott a földre. Ügyelve arra, hogy a fa mindvégig eltakarja a hajón levők előtt, a kunyhóhoz lopakodott. Besúrant az ajtont, és mindent fenekestől felforgatva talált. Könyvei és ceruzái szétszórva hevertek a padlón. Fegyvereit és pajzsait, meg a többi kevéske kincsét szanaszét dobálták. Amikor meglátta, hogy mi történt, haragra gerjedt. A nemrég keletkezett forradás megdúzott, és bíborvörös csíkként kezdett el lüktetni napbarnitott homlokán. Oda rohant a szekrényhez. Átmutatta az alsó polc hátsó eldugott részét. Megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor előhúzta kis bádok kazettáját, és felnyitva megállapította, hogy legnagyobb kincsjeihez senki sem nyúlt hozzá. A mosolygó, határozott arcvonású fiatal férfi fényképe, meg a rejtélyes kis fekete könyvecske sértetlen volt. De mi volt ez? Érzékeny fülével elmosódott, és ismeretlen nezt fogott fel. Az ablakhoz rontott, és a kikötőt kémlelte. Azt látta, hogy a nagy hajóról még egy csónakot eresztenek le a már vizen levő másik mellé. Hamarosan jó néhány embert látott a csónakba ugrani. Újra visszatérnek hát, tűnődött. Egy pillanatig Tarzan még tovább figyelt, és látta, hogy számos dobozt és batyut rakodnak be az odalent várakozó csónakokba. Amikor eltolták őket a hajó oldalától, a majomember előkapott egy darab papírt, és ceruzával írni kezdett. Pár pillanat múlva néhány sornyi szépen rajzolt, szinte a nyomtatott tökéletességével vetekedő betű volt olvasható a papíron. Ezt a hirdetményt egy kis hegyes szilánkkal kitűzte az ajtóra.
Magához vette becses bádogdobozát, nyilvesszőit, nyilait és lándzsáit, már amennyit elbír belőlük, sietve kilépett az ajtón, és eltűnt az erdőben. Amikor a két csónakot kihúzták a part ezüst homokjára, az emberi faj képviselőinek különös egyvelege mászott ki belőlük a szárazra. A kis csapat összesen vagy 20 lelket számlált. Közülük 15-en meglehetősen durva, gazember külsejű tengerészek voltak. A társaság többi tagja más világból származott. Idősebb, őszhajú, vastagkeretes pápa szemet viselő férfi volt az egyikük. Kissé görnyedt felső testét komikusan ható, de máskülönben kifogástalan frak fette. Az afrikai dzsungelben tökéletes alkalmatlan öltözékét fényes cilinder tette teljessé. A társaság másodikként partra szálló tagja egy fehér tenisznadrágot viselő magas fiatalember volt. Közvetlenül mögötte pedig egy igen magas homlokú és nyüzsgő, izgága természetű, újabb idős férfi következett. Utánuk egy terebélyes négerasszonyság szállt partra, rendkívül tarka öltözékében. Látható rémülettel forgatta nagy kerek szemeit. Előbb a dzsungelt kémlelte, majd a szitkozódó matrózok csoportját, akik a dobozokat és a bálákat rakották ki a csónakokból. A társaság utolsóként kiszálló tagja egy 19 év körüli lány volt. A fiatal tenisznadrágos férfi emelte magasba, hogy száraz lábbal partra tegye. A lány köszönetként bátran és kedvesen rámosolygott, de egyetlen szó sem hangzott el közöttük. A társaság szótlanul közeledett a kunyhóhoz. Nyilvánvaló volt, hogy akármi is a szándékuk, mindent eldöntöttek már. Megérkeztek a kunyhó ajtajához. A tengerészek a dobozokat és a bálákat cipelték. Az emberek lerakták terhüket. Egyikük ekkor pillantotta meg a figyelmeztetést, amelyet Tarzan tűzött ki az ajtóra. Hé, cimborák! Kiáltotta. Mi ez itt? Megeszem a kalapom, ha ez a cédula egy órával ezelőtt ki volt ide tűzve. A többiek mind oda gyűltek. Az előttük állók válla fölé nyújtogatták a nyakukat. Minthogy azonban csak néhányan tudtak közülük egyáltalán olvasni, s azok is igen kinkeservesen, egyikük végül is odafordult a kültök alapos frakkos kis öreg úrhoz. – Hé, pofaszőr! – szólt neki. – Gyöljön ide, azt olvass el ezt a nyavajás cédulát! Az ekép megszólított öregember lassan odament, ahol a tengerészek áldogáltak. Kis csoportjának tagjai is követték. Megigazítva pápa szemét pár másodpercig szemügyre vette a hirdetményt, majd megfordulva elsétált onnan, és közben azt motyogta. Felettébb különös, felettébb különös. Hé, vény trottyos! Kiáltotta az a matróz, aki az előbb szólt neki. Hát maga azt hitte, hogy azt akarjuk, hogy magának óvassa azt a nyavajász cédulát? Gyűjjön ide vissza, azt óvass el hangosan, vény tintanyaló! Az öregember megállt, megfordult, és azt mondta. Ó, persze, drága uram, ezer bocsánat, nagy figyelmetlenség volt részemről, valóban nagy figyelmetlenség. Felettébb különös, felettébb különös! Ismét odaállt a hirdetmény elé, végigolvasta, és minden bizonnyal ismét csak megfordult volna, hogy eltűnődjék a tartalmán, ha a matróz durván meg nem ragadja a gallérjánál fogva, és bele nem ordítja a fülébe. Hangosan óvassa maga, vén agyalágyult hülye! Ó, igen... felelt a professzor szeliden, és újra megigazítva pápa szemét hangosan olvasni kezdett. Ez Tarzan háza, aki sok fenevadat és fekete embert ölt meg. Ne nyúljanak ahhoz, ami Tarzané. Tarzan figyel. Tarzan a majom ember. Ki az ördög az a Tarzan? Kiáltotta a matróz, aki az előbb is a szót vitte. Nyilvánvaló, hogy tud angolul, mondta a fiatal ember. De mit jelent az, hogy majom ember? Kiáltotta a lány. Nem tudom, Miss Potter, felelte a fiatalember. Ha csak nem arról van szó, hogy a londoni állatkedvből megszokott majomra bukkantunk, aki Európába szerzett műveltségét dzsungelbéli otthonába kamatoztatja. Ön mire véli a dolgot, Porter professzor? Kérdezte aztán az öreg úrhoz fordulva. Archimedes Q. Porter professzor megigazította a pápa szemét. Ó, igen, valóban. Igen. Valóban felettébb különös, mondta a professzor. De semmi egyebet nem mondhatok azon túl, amit ez idáig ennek a valóban nagy jelentőségű esetnek a megvilágítására kifejtettem. Azzal a professzor lassan a dzsungel felé indult. De papa! Kiáltotta a lány.
hiszen még semmit sem mondtál róla. Nyugalom, gyermekem, csak nyugalom, felelte Porter professzor kedves békítő hangon. Te csak ne törd azt a szép kis fejedet ilyen súlyos és rejtett értelmi problémák megoldásán. Azzal lassan újra lépkezni kezdett az ellenkező irányba. Szemét cipője óra előtt a földre szegezte, és kezét hátul frakjának lobogó szárnyai alatt összefonta. Szerintem a felvágós vénbolond se tud semmivel se többet, mint mi, mormogta a patkányképű matróz. Válogassa meg a szavait, förmett rá a fiatal férfi. Egészen elsábadt a haragtól a matróz sértő szavai hallatán. Maguk megölték a hajó tisztjeit, és kiraboltak minket. Teljesen a maguk hatalmába vagyunk, de azt tanácsolom, hogy tanúsítsanak illő tiszteletet Porter professzor és Miss Porter iránt, mert különben a puszta kezemmel tekerem ki azt a hitványnyakukat. Hiába vannak fegyvereik. Azzal a fiatalember olyan elszántan lépett közelebb a patkányképű matrózhoz, hogy az, bár két pisztoly és egy baljósan csillogó késlapult az övében, kelletlenül elsomfordált. Gyáva féreg! Kiáltott a fiatalember. Aki csak akkor mer rálőni valakire, ha az háttal áll neki. De engem úgysem mer meglőni. Azzal szánt szándékkal teljesen hátat fordított a matróznak. Mint egy próbára tette a fickót, és hanyagul elsétált onnan. A matróz keze az egyik pisztoly markolata felé tapogatózott. Gonosz szeme bosszúra szomjasan merett az ifjú távozó alakjára. Társainak tekintete rátapadt, de ő még tétovázott. A szíve mélyén még annál is gyávább volt, mint amilyennek Mr. William Cecil Clayton képzelte. Egy közeli fal lombjai közül éles szempár figyelte a társaság minden egyes mozdulatát. Tarzan látta, micsoda meglepetést keltett a közleménye, és bár mit sem értett ezeknek a különös embereknek a beszédjéből, de taglejtésük és arcjátékuk sok mindent elárult a számára. Az, hogy az alacsony, patkányképű matróz megölte egyik cimboráját, igen erős visszatesztés keltett Tarzanba. Amikor pedig látta, hogy összekapott a finom külsejű fiatalemberrel, ellenszenve csak tovább fokozódott. Tarzan korábban sohasem látta, milyen hatásuk van a lőfegyvereknek. Amikor azonban azt látta, hogy a patkányképű a pisztolya markolatát babrája, eszébe jutott az a jelenet, amelynek nem sokkal korábban a szemtanúja volt. Természetszerűleg biztosra vette, hogy a fiatal férfit ugyanúgy a szeme láttára fogják meggyilkolni, mint ahogyan azt a hatalmas termetű matrózt. Ezért Tarzan mérgezett nyilat helyezett az íjjára. Célba vette a patkányképű matrózt, de a falombja olyan sűrű volt, hogy hamarosan belátta. A levelek vagy a vékonyabb ágak biztos eltérítenék irányából a nyílvesszőt. Így a fa tetején kuporogva inkább súlyos lándzsáját vette a kezébe. Clayton talán 10 lépést tehetett meg. A patkányképű már-már előhúzta pisztolyát. A többi tengerész csak állt a helyén és érdeklődéssel figyelte a jelenetet. Porter professzor már eltűnt a dzsungelben, ahová buzgón követte őt titkára és asszisztense Samuel T. Pilander. Esmeralda, a négerasszonyság nagy igyekezettel válogatta ki úrnője holmiát a kunyhó mellett halomba rakott dobozok és bálák közül. Miss Porter pedig sarkon fordulva Clayton nyomába eredt. Ekkor valami arra késztette, hogy visszaforduljon a matróz felé. 3 dolog történt szinte egyszerre. A matróz előrántotta a pisztolyát és Clayton hátára célzott. Miss Porter figyelmeztetésül hangosan felsikoltott. Egy hosszú fémhegyű lándzsa pedig, mint a villám zúgott le a magasból. Teljesen átütötte a patkányképű jobb vállát. A pisztoly ártalmatlanul a levegőbe durrant, és a matróz fájdalmában és rémületében felordítva összegörnyedt. Clayton megfordult, és a tetszín helyére sietett. A matrózok csapatba verődve rémülten álltak a helyükön. Fegyverüket markolázták, és a dzsungelt kimélték. A sebesült férfi a földön vonaglott és óvégatott. Clayton anélkül, hogy bárki is észrevette volna, felvette a földre esett pisztolyt. Becsúsztatta az ingébe, majd odaállt ő is a zavarodottan dzsungelbe bámuló matrózok közé. – Ki lehetett az? – suttogta Jane Porter. A fiatalember megfordult, és azt látta, hogy a lány kerekre nyílt szemmel tanássalan arccal áll közvetlen mellette. – Megkockáztatom a kijelentést, hogy Tarzan a majomember valóban éberen figyel minket. Felelte a férfi kétértelmű hangsúllyal. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy kinek szánta ezt a lándzsát. Ha Spinesnak, akkor a mi majom barátunk valóban igazi barát.
De az Isten szerelmére hova tűnt az édesapja és Mr. Philander? Valaki vagy valami leselkedik ott a dzsungelben, még pedig fegyveresen. Ha-ho, professzor úr! Mr. Philander! Kiáltotta az ifjú Clayton. De semmilyen válasz nem hallatszott. Most mi tévők legyünk, Miss Porter? Szólalt meg ismét a fiatalember, és aggodalmasan, tanácstalanul húzta össze a szemöldökét. Nem hagyhatom itt ezekkel a brigantikkal, ön pedig nyilván nem vághat neki velem együtt a dzsungelnek. Ám valakinek mégiscsak el kell mennie megkeresni az édesapját. Nagyon is kitelik tőle, hogy csak úgy céltalanul elkomorol valamerre fittyet hányva a veszélynek. Mr. Philandernek sincs sokkal több gyakorlati érzéke nála. Már megbocsásson az egyenes beszédért, de itt valamennyiünk élete veszedelembe forog. Ha az édesapja előkerült, valamit tennünk kell annak érdekében, hogy tudatosítsuk vele, milyen veszélyeknek teszi ki önt és saját magát az örökös szórakozottságával. Teljesen egyetértek önnel, felelte a lány, és egyáltalán nem találom sértőnek a szavait. Szegény, drága papa pillanatnyi habozás nélkül hajlandó volna feláldozni értem az életét. Feltéve, hogy valakinek egy teljes pillanatig sikerülne ráirányítania a figyelmét egy ilyen jelentéktelen apróságra. Egyetlen módja van csupán annak, hogy megóvjuk őt a bajtól, mégpedig az, hogy hozzáláncoljuk egy fához. Szegény drágámnak annyira nincs semmi gyakorlati érzéke. Megvan, kiáltott fel hirtelen Clayton. Ön tud bánni a pisztollyal, ugye? Igen, miért? Tessék, itt van. Így most már ön és Esmeralda viszonylagos biztonságban lesznek ebben a kunyhóban, míg én megkeresem az édesapját és Mr. Philandert. Gyorsan szóljon az asszonynak, én pedig sietek utánuk, nem lehetnek még messze. Jane úgy tett, ahogy a férfi mondta. Amikor az ajtó szorosan becsukódott a két nő mögött, Clayton nekiindult a dzsungelnek. A matrózok közül néhányan éppen kihúzták a lándzsát sebesült cimborájuk testéből. Clayton megkérdezte tőlük, kaphatna-e kölcsön egy pisztolyt arra az időre, amíg a dzsungelba megy megkeresni a professzort. A patkányképű fickó, rádöbbenve, hogy nem halt meg, időközben ismét összeszedte magát. Szitkok özönét szórva Clayton felé és társai nevében is megtagadott a fiatalembertől mindenféle lőfegyvert. Ez a Spines nevezetű férfi, mióta megölte a korábbi vezért, magának tulajdonította a főnök szerepét. Mivel pedig csak kis idő telt el azóta, társai közül még senkinek sem jutott eszébe megkérdőjelezni a hatalmát. Clayton erre csupán vállat vont, de amikor magukra hagyta őket, felvette a földről a lándzsát, és a primitív fegyverrel felfegyverkezve Lord Greystock fia nagy léptekkel elindult a sűrű dzsungelbe. Újra meg újra hangosan kiáltozta az elkoboroltak nevét. A parti kunyhóba maradottak hallották, hogy a hangja egyre jobban elhalkul, majd végül belevész az őserdő zajába. Amikor a Archimedes Q. Porter professzor és asszisztense Samuel T. Philander az utóbbi kitartó kardoskodása eredményeként végre a tábor felé irányította lépteit, már olyan tökéletesen eltévedtek a szövevényes dzsungel kiismerhetetlen útvesztőjében, ahogyan két emberi lény egyáltalán el tud tévedni. Bár erről egyikünknek sem volt sejtelme. Már az is csak a szerencse különös szeszélyének volt tulajdonítható, hogy amikor visszafordultak, egyáltalán Afrika nyugati partja felé tartottak, nem pedig a fekete földrész túlsó oldalán fekvő Zanzibárnak. Kis idő múlva kiértek a tengerpartra. Megállapították, hogy a tábornak se híre, se hangva. Philander meggyőződéssel állította, hogy északra vannak tulajdonképpeni céljuktól, holott voltak éppen, mint egy 200 yardnyira délre voltak tőle. A gyakorlati érzéknek teljes hiányán lévő elméleti férfiúnak eszébe sem jutott, hogy elkezdjen kiáltozni, hát ha barátaik felfigyelnek erre. Ehelyett azzal a magabiztossággal, amellyel csak a hibás alapfeltevésből kiinduló, deduktív okoskodást töltheti el az embert, Mr. Samuel T. Philander határozottan megragadta Archimedes Q. Porter professzor karját, és tuszkolni kezdte a gyámoltalanul tiltakozó, idős úriembert az 1500 mérföldre délre fekvő fokváros felé. Amikor Jane és Esmeralda végre biztonságban tudta magát a kunyhó bezárt ajtaja mögött, a négerasszonyság első gondolata az volt, hogy belülről el kellene barikádozniuk a bejáratot. Megfordult hát, hogy alkalmas tárgy után nézett.
Szemügyre véve a kunyhó belsejét, hirtelen rémült sikítás hagyta el az ajkát. A termetes asszonyság, mint valami ilyet kisgyerek, úgy rohant oda úrnőjéhez, hogy vállára borulva ruhájába temesse az arcát. Jane is megfordult a kiáltásra. Azonnal látta is, mi az ijedelem oka. Egy arccal a földre borult, kifehéredett emberi csontváz hevert a lábainál. Ahogy tekintette tovább kalandozott, az ágyon újabb csontvázat pillantott meg. Micsoda rémséges helyre kerültünk, motyogta megrettenve maga elé a lány. De akárhogy félt is, pánikba azért nem esett. Végre kiszabadította magát a még mindig visongató Esmeralda görcsös szorításából. Elindult a szoba belseje felé, hogy belenézzen a kis bölcsőbe, bár sejtette, mit fogott találni. Micsoda szörnyűséges tragédiáról tanúskodnak ezek a szegény néma csontok. A lány megborzongott arra a gondolatra, hogy mi minden várhat még rá és barátaira ebben a végzetes kunyhóban. Megpróbálta elhessenteni magától gyászos előérzetét. Türelmetlenül toppantott kicsi lábával, és rászólt Esmeraldára, hogy fejezze be a jajveszékelést. – Hagyd abba, Esmeralda, hagyd abba, de azonnal! – kiáltotta. – Ezzel csak tetézed a bajt! Aztán megakadt. Elhallgatott, mert arra a három férfira gondolt, akinek a védelmére rá volt utalva, s akik most annak a rettenetes erdőségnek a mélyén kóborolnak. Hamarosan meglátta, hogy az ajtó belülről vaskos farúddal van felszerelve. Néhány kísérlet után, 20 év óta először, sikerült is egyesült erővel a helyére tolniuk. Aztán egymást átölelve leültek egy padra és vártak.